Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Összetartozás Bizottság ülésén minden kedves meghívottat és résztvevőket, köszöntöm a bizottság tagjait, és külön kiemelt tisztelettel köszöntöm Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár urat. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Dunai Mónika képviselő asszony, Petneházi Attila képviselő úr fogja helyettesíteni. Mielőtt a napirendről szavaznánk, egy nagyon rövid tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a hétvégi állapothoz képest, amit kiküldtünk meghívót, a TPER 2062-es számú törvényjavaslatot technikai okokból visszavonta az előterjesztő. Így a napi rendünket már a mai reggel módosítottuk elektronikus formában is, amit kiküldtünk. Így a napi rendünk első pontja, tájékoztató a Magyar Diaszpóra Tanács 4. és a Magyar Állandó Értekezlet 13. üléséről. Itt a tájékoztatóra meghívott előadónk az államtitkár úr lesz, illetve egyebek. Tehát javaslatot teszek a napirend elfogadására. Ki az, aki a napirenddel egyetért, aki igen, aki nem, aki tartózkodott, a bizottság egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. Tisztelettel felkérem államtitkár urat, hogy a tájékoztatóját a múlt héten lezajlott két eseményről tartsa meg. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, alelnök urak, tisztelt bizottság, sok szeretettel köszöntöm én is önöket, és köszönöm szépen a meghívást, amelynek örömmel teszek eleget, mert úgy gondolom, hogy két nagyon jól sikerült rendezvényről számolhatok be, de engedjék meg, hogy bemutassam Pirityiné Szabó Juditot, aki a kapcsolattartási főosztályvezető nálunk az államtitkárságon, és Erdőháti Melindát, aki pedig a diaszpóra referens szintén nálunk. Pirityiné Szabó Judit volt mindkét rendezvénynek a fő szervezője, de természetesen az államtitkárság minden munkatársa nagyon nagy örömmel, szívesen és nagy odaadással segített abban, hogy egyrészt meg tudjuk szervezni mind a diaszpóra tanács ülését, mind a Magyar Állandó Értekezlet ülését, másrészt, hogy ezeket a nagy rendezvényeket zökkenőmentesen le is tudjuk bonyolítani. Nyilván el kell azt is mondanom, hogy mindkét rendezvénynek a megszervezése, lebonyolítása több hét munkát és az előkészítése több hét munkát vett igénybe. A diaszpóra tanáccsal kezdeném, hiszen november 19-én elsőként ezt rendeztük meg. Most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy évek óta az a tematika, vagy illetve a kronológiai sorrend, hogy először a diaszpóra tanács ülését tartjuk meg, másnap pedig a Máértnek az ülését, azért, hogy a diaszpóra tanács képviselői, küldöttei részt tudjanak venni a Magyar Állandó Értekezletnek az ülésén, ezért követi egyik a másikat. A diaszpóra tanács 2011. november 17-én jött létre. Ennek a tanácsnak az a célja, hogy a világmagyarságát, a Kárpát-medencén kívül élő világmagyarságát kapcsolja be a magyar politika közéletnek a vérkeringésébe. A tanácsnak az egyik célja az, hogy a tanács tagja is rajtuk keresztül, pedig a magyar közösségek egészen Kanadától le Új-Zélandig, Fogföldtől fel Finnországig a tanácson keresztül értesüljenek a magyar kormány, magyar parlament szándékairól, következő évi céljairól, akár távolabbi célokról is, illetve az elmúlt időszaknak az eredményeit előttük lehessen elmondani.
másrészt pedig ők maguk személyesen is tudják elmondani mindazokat a dolgokat, amelyek az elmúlt egy esztendőben történtek, illetve a céljaikat tudjuk egyeztetni, vagy célokat tudjuk egyeztetni. Egyáltalán a kapcsolattartás koordinálására jött létre ez a szervezet. Nyilván a létrehozásban az is benne volt, hogy a Magyar Állandó Értekezlet mellett találjunk egy olyan fórumot, amely azokat a magyar közösségeket is bekapcsolja a magyar-magyar kapcsolatrendszerbe, akik a MÁIRT keretén belül nem tudnak ebbe bekapcsolódni. Tehát azt már nem lehetett volna tovább bővíteni, ezért volt szükség az MDT vagy a Diaszpora Tanács létrehozására. Így volt ez az idén is. A konkrét szervezése augusztus végén, szeptemberben kezdődött meg. Ennek eredményeképpen 2014. november 19-én negyedik alkalommal nyílott meg a Diaszpora Tanács a Várkert bazárban. A helyszín kicsit eltérő volt az eddigiekhez képest, hiszen eddig a Magyar Országgyűlés épülete adott ennek helyet. Az idén a döntés azért esett a Várkert bazárra, mert annak a felújítása most fejeződött be. Gyakorlatilag ez volt az első nagyobb rendezvény, ami ott került megrendezésre. Kicsit óckodtunk, megmondom őszintén, a helyszíntől, de utólag, illetve már akkor is úgy éreztük, hogy nem volt rossz választás, hiszen minden egyben található, kiválóan alkalmas volt ennek a rendezvénynek a lebonyolítására, és a környezet is méltó volt a tanács ülésének megválasztásához, illetve a lebonyolításhoz. 78 különböző szervezet képviselte a nyugati magyar diaszpórát. Ugye ebbe már beletartoznak egyébként a csehországi, vagy a baltikumi, vagy a lengyelországi képviselők is, tehát a nyugati diaszpórához soroljuk gyakorlatilag a Kárpát-medencén kívül élő minden egyes szervezetet. Képviseltették magukat a nyugat-európai és azok is, akikről már beszéltem, magyar szervezetek, az észak-amerikai szervezetek, dél-amerikai szervezetek együtt képviseltették magukat az ausztráliai, új-zélandi és afrikai szervezetek, és ezen kívül voltak még egyházi, illetve cserkész meghívottak. Tehát ezek voltak a nagyobb rendező elvek, összesen 78-an fogadták el a meghívásunkat, illetve vettek részt magán az eseményen. A lebonyolításról, illetve magáról a menetről elsőként Orbán Viktor miniszterelnök úr tájékoztatott, illetve mondta el a következő időszaknak vagy elemezte a következő időszaknak a kérdéseit, és mutatta be a magyar nemzetpolitikát. Úgy gondolom, hogy egy elég széles körű és nagy teret átfogó beszédet hallhattunk a miniszterelnök úrtól, azt követően pedig a Diaszpora Tanács elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr már konkrétabb nemzetpolitikai célokat fogalmazott meg. Nem megyek végig az egész program, utána pedig különböző előadóknak az előadására került sor, tehát államtitkárok, akik az EMMI-ből, illetve a külgazdasági és külügyi minisztériumból voltak, gyakorlatilag külügyi, diplomáciai, szociálpolitikai, egyházi,
köznevelésért, köznevelési kérdésekről, illetve médiát érintő kérdésekről volt szó. Ezt ki is emelném. Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatójának is volt egy előadása. Azért hívtuk őt meg, mert a magyarságnak az egyik fontos összetartó kapocsa vagy kapcsa a Duna Televízió és a Duna World. Ugye az is az MTVA berkein belül működik, és gyakorlatilag Magyarország és a magyar nemzet dolgairól ezeken keresztül lehet értesülni, de ide tartozik például az MTI is. Az MTI hírek pedig eljutnak gyakorlatilag mindenhová a világban, és ők is pedig adják a híreket mind az MTI, mind a Duna, mint pedig Magyarország számára. És az egyik fontos dolog az az, hogy évek óta próbálunk arra rámutatni, hogy szerintünk a magyar közösségek, a magyar szervezetek nem eléggé jól használják ki a média által nyújtott lehetőségeket, és arra kértük a vezérigazgató urat, hogy ő is ezt erősítse meg, és mutasson erre rá, illetve akár konkrét segítséget is nyújtson abban, hogy ha van rá igény, akkor továbbképzésekkel és egyéb más módon a magyar közösségeknek a sajtóban való megjelenését jobban segítsék, illetve a sajtóval foglalkozó munkatársaik számára akár ilyeneket, ilyen képzéseket szervezzenek meg, akár Magyarországon, vagy pedig másutt a világban. Ők erre bárhol hajlandóak, csak azt kérik, hogy a résztvevőktől érkezzen be ilyen igény, és ezt bárhol meg fogják tenni. És Öflin Györgynek volt még egy előadás, ahol európai parlamenti képviselő, a bizottság előtt is nemrégiben itt volt a képviselő úr. A délutáni időszakban szekcióülésekre került sor, és a szekcióülések után pedig az ott elhangzottakat újra plenáris ülésen tudtuk megvitatni, ahol még mind Szászjenő elnök úrnak, mind pedig Kántor Zoltán igazgató úrnak az előadásait hallgathattuk meg. Miről tudtunk beszámolni a diaszporának? Egyrészt arról, hogy a honosítás tovább folytatódik, több mint 680 ezeren igényeltek magyar állampolgárságot, több mint 630 ezeren tették le az állampolgársági esküt. Következő években is folytatódni fog a honosítási folyamat, illetve eljárás. Be tudtunk arról számolni, hogy második éve zajlik a KCP program, tavaly 47-en, idén 100-an vettek részt ebben a programban, és a következő évben is fog ez folytatódni. Miniszterelnök úr ezen a fórumon jelentette be, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a KCP-nek a továbbvitelére, tehát egy olyan fontos programról van szó, amit nem szabad abba hagyni. Aztán elmondtuk azt, hogy mind a Mikeskelemen program, mind pedig a Julianus program is folytatódni fog a következő időszakban is. A különböző szekcióüléseknek az ülésén ezek a programok mind előtérbe helyeződtek, és ezzel kapcsolatosan fogalmazták meg a felvetéseiket. Ők maguk is elmondták azt, hogy ezek jónak tartják ezeket a programokat, és szeretnék, hogyha tovább folytatódnának ezek a programok.
bár megjegyezték, hogy például a Körösi Csoma Sándor programon változtatások szükségesek annak érdekében, hogy minél jobban tudjon ez működni, jobban be kell vonni a közösségeket, a mentorokat az ösztöndíjas kiválasztásánál. Célszerű lenne esetlegesen meggondolni azt, hogy ne a nyári fél év legyen a programidőszak, hanem a téli fél év, mert úgy sokkal több gyereket, fiatal tudnak elérni, még pedig nyáron, hiába akkor vannak a különböző tematikus táborok, de akkor a gyerekeknek a nagy része üdülni van, szülőkkel vannak, stb. Tehát nehezebben elérhetőek, sokkal jobb lenne a téli fél év, vagy a téli időszak. Megfogalmazták azt is, hogy szeretnék, hogyha a közösségek abba is kicsit jobban bele tudnának szólni, hogy mely szervezetnek milyen ösztöndíjasra lenne szüksége, és az is megfogalmazódott, hogy szeretnék, hogyha lehetőséget teremtenénk arra, hogyha nem is háromszor, négyszer, de legalább kétszer ösztöndíjas ugyanabba a közösségbe vissza tudna menni, és tudná folytatni azt a megkezdett munkát, amit az előbbiekben megkezdett. Az egyházak részéről megfogalmazódott az, hogy sokkal több magyar papra lenne szükség, főleg a katolikusoknál van ott is ilyetén gond, és ebben is kérték a segítségünket, ami nyilván nem elsősorban a kormánynak vagy a parlamentnek a feladata, de kérték a segítségünket abban, hogy ezt a folyamatot mi is a magunk eszközeivel segítsük, illetve olyan pályázókat is juttassunk el a szervezetekhez, akiknek az egyházi élet minden velejáróval a segítés a feladata. Ez számunkra meglehetősen nehéz egyébként. Aztán volt egy olyan ötlet is, ami azt mondta, hogy a diaszpora tanácsnak az ülését két naposra kellene változtatni, mert egy nap alatt elég nehéz minden kérdést mélységében átbeszélni. A szakmai dolgokra sokkal több időt kellene fordítani. Mi egyébként minden egyes felvetéshez nem csak taktikából, meg diplomatikusan, hanem tényleg azért is, hogy ezek a dolgok előre menjenek, azt válaszoltuk, hogy ezeket mind megfontoljuk, és a jövő évi program kialakításánál a felvetéseket mind be fogjuk építeni a munkánkba. A diaszpora tanács az ülés végén egy záró nyilatkozatot fogadott el, amiben azokról a dolgokról volt szó, amiről már beszéltem, annyival kiegészítve, és ezt szeretném felolvasni, az utolsó bekezdést. Aggodalmuknak adnak hangot a nyugati sajtóban megjelenő, Magyarországot érő kettős mércét alkalmazó támadásokkal kapcsolatban. Kérik és szívesen fogadják a magyar kormányzat tájékoztatását ezen ügyekben, és kijelentik, hogy együttműködnek a magyar kormánnyal a közvélemény, a sajtó és a politikai szereplők hiteles tájékoztatásában azokban az országokban, ahol élnek. A diaszpora tanács munkája után szeretnék áttérni a Magyar Állandó Értekezlet ülésére, ha minden igaz, ez is itt van. Másik napon, 20-án, 9 órakor itt a parlament épületében kezdődött el Magyar Állandó Értekezlet 13. ülése. A szám szerencsétlen volt, de maga az ülés lezajlása meglehetősen. Az előbbi évekhez mindenféleképpen meglehetősen nyugodt légkörben, csendesen és gyorsan zajlott. Talán ez annak is köszönhető, hogy a választási év az egész Kárpát-medencében már lezajlott. Újabb választások
nem állnak előttünk, és így sem a magyarországi, sem pedig a határon túli szervezeteknek különösebben egymást nem kellett sem bírálnia, kritizálnia, illetve a sajtó előtt sem kellett különösebben szerepelnie. Az egyik megállapítása mind az árónyilatkozatnak, mind pedig az ülésnek szintén az volt, hogy 14 a választások éve volt, hiszen hogyha mind Magyarországot tekintve, mind pedig a környező országokon végig nézünk, akkor lehetne sorolni az országgyűlési választásokat, az országgyűlési EP, megyei választások, önkormányzati választások, nemzeti tanácsi választások és magyar közösségi választások, hogyha jól mondom, Szlovénia esetében. Tehát gyakorlatilag éppen az elmúlt hétvégén fejeződött be ez a hosszú választási küzdelem, hiszen most már a napot nem tudom, talán 15-e volt Szlovákiában, Felvidéken az önkormányzati választásnap, és 16-a pedig a romániai köztársasági elnök választás második fordulója. És ezzel ez a hosszú sorozat be is fejeződött. Szintén az ülés tagjait, a magyar képviselőket, a szervezeteknek a képviselőit, illetve a magyarországi pártok képviselőit és a meghívottakat Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntötte és tájékoztatta. Nagyjából azokat a dolgokat fogalmazta meg, amelyeket előtte való nap a Diaszpora Tanács ülése alkalmával is megfogalmazott, és amelyet egyébként a sajtó egész nagy terjedelemben mindkét ülésről le is hozott. Ebből talán egy lényeges pontot emelnék ki. A magyar kormány, tehát a különböző érdekképviseleteket állította, azt nem mondom, hogy szembe, talán egymás mellé, és a magyar kormányról azt mondta, hogy a magyar kormánynak a legfontosabb feladata a magyar érdekeknek a képviselete a világban. Geopolitikai elemzést készített, illetve tárt a résztvevők felé, és ebbe a geopolitikai helyzetbe helyezte el mindazokat a konfliktusokat, amelyek ma Európában és a világban tapasztalhatóak, amely alól Magyarország sem tudja kivonni magát, és ebből a szempontból próbálta megmagyarázni a magyar kormánynak a lépéseit. Eztán szintén a miniszterelnök helyettes úr nemzetpolitikai előadást tartott, és azt követően pedig a különböző határon túli régiók képviselői fogalmazták meg az elmúlt időszaknak a legfontosabb történéseit, amelyek a különböző régiókban zajlottak, és a délutáni órákban pedig a szakképzéssel foglalkozó előadást tartottam, hiszen a következő tematikus év nemzetpolitikában, a határon túli politikában a szakképzés lesz, illetve ez kerül a fő szerepbe. Szintén záró nyilatkozatot fogadott el a Magyar Állandó Értekezlet. A záró nyilatkozat elfogadása teljes konszenzusban született meg, azt az összes magyarországi párt, illetve a határon túli magyar szervezetek, a Magyar Állandó Értekezlet tagjai mind jelezték, hogy mindannyian elfogadják. Tudni kell azt, hogy a Máértban nincsen szavazás, nincs a záró nyilatkozat elfogadásáról sem szavazás, hanem ha esetlegesen kétségek, illetve ellentétek merülnek fel, akkor az a szervezet, aki nem fogadja el a záró nyilatkozatot, az nem írja alá. Így különböző metafizikai és egyéb más módszerekkel jeleznek a képviselők, hogy elfogadják, nem fogják, kacsintanak, fejet ráznak, bólintanak,
kivonulnak, összevesznek, stb. Mindenre volt már egyébként példa az elmúlt időszakban. Egyébként az is egy fontos előrelépés, hogy megérhetünk olyan májérteket, amikor meglehetősen hangos szóváltás után egy-egy képviselő kivonult, vagy nem írt alá, mert ez is előrelépés volt ahhoz a 6 évhez képest, amikor egyáltalán nem is működött a Magyar Állandó Értekezlet. Azért azt is szeretném kiemelni, hogy 2004 és 2010 között az akkori magyar kormányok összesen hívták. Biztos, ami biztos, különösebb kritika őket ne érje, illetve a pártkoalíciókat nem hívták össze a Magyar Állandó Értekezletet. Ennek a hiátusnak a betöltésére jött létre annak idején az akkori házelnök, dr. Szili Katalin elnökasszony vezetésével a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, amely próbálta betölteni ezt a szerepet, sok támadásnak kitéve magát egyébként az elnökasszony, illetve ezt a kérdést is, de ezt a gondolatot mentett át 2010-ig, de a két fórumnak úgy nem az két fórumnak nem ugyanazon dolgok a feladatai, illetve más és más kört szólít meg, de a nemzetpolitikának az maradt a fóruma, úgyhogy 10 után újra ülésre szedett a Magyar Állandó Értekezlet. A zárónyilatkozat gyakorlatilag végigvette az összes régiót, hogy mi történt a különböző régiókban. Választások évéről kiemelte, két gondolatot emelnék én ki. Az egyik, hogy a április 6-i országgyűlési választásoknak megfelelően nyugodtan mondhatjuk azt, mivel minden magyar állampolgár a világ minden részéről részt vehetett a szavazáson, ezért mondhatjuk azt, hogy az egész magyar nemzetet képviseli a Magyar Országgyűlés, szinte nemzetgyűlésről is beszélhetnénk. A másik pedig, hogy az európai parlamenti választásoknak köszönhetően ma Brüsszelben minden magyar régió képviselteti magát, hiszen mind Szerbiából, mind Ukrajnából, tehát Kárpátaljáról és a Vajdaságból is vannak magyar képviselőként Brüsszelben, természetesen többi területről szintén. Kiemelném még Kárpátalját, amelyre felhívja a figyelmet a zárónyilatkozat, amelyben határozottan kiáll a kárpátaljai magyarok biztonsága, valamint az ukrán politikai helyzet békés rendezése mellett. Még egyszer szeretnék rámutatni arra, hogy mindenki aláírta a zárónyilatkozatot, és békével és barátsággal váltunk el 20-án a késő esti órákban, hiszen a köztársasági elnök úr meghívta a Magyar Állandó Értekezlet képviselőit, illetve azon kívül egy jóval nagyobb és tágabb kört hívott meg a Sándor Palotába egy esti fogadásra. Szeretném megköszönni elnök úrnak, bizottság tagjainak, akik időt tudtak szakítani arra, hogy mind a diaszpora tanács, mind pedig a Magyar Állandó Értekezlet ülésén részt vegyenek és részt vettek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt bizottság, kérdések, hozzászólásokra kerül sor, vagy kerülhet sor. Kérdezem a bizottság tagjait. Szabolcs Attila alelnök úr. Igen, én is köszöntöm államtitkár urat. A második napon én is részt tudtam venni az ülésen. Itt lehet, hogy a jövőre figyelni kellene arra, hogy ez az évvégi időszak a parlament olyan megfeszített munkát igényel, mert zárszámadás, költségvetés, mi egymás, hogy lehet, hogy az ilyen rendezvényekre valami korábbi időpontot kellene szakítani, hogy a parlamenti képviselőket köztük a bizottság tagja is nyugodtabban vagy biztosabban részt tudjanak venni. Azon kívül az, hogy évente egy ilyen összejövetel van, egy ilyen megbeszélés, én nagyon támogatnám, hogy legyen hosszabb, hiszen az a egy, illetve hát, hogyha mind a két rendezvényt veszük, két nap, az annyira behatárolja az időkorlátokat, hogy még kibeszélni is nagyon nehéz maguk az a képviselőknek. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, alelnök úr. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincs, akkor engedjék meg, hogy elnöki szerepkörömből egy kilépve tegyek föl kérdést államtitkár úrnak. Egyrészt azt szeretném megerősíteni, hogy ugye itt mind a két tanácskozáson elhangzott, hogy a magyarság megmaradása, gyarapodása, erősödése az egyrészt gazdasági kérdés, másrészt pedig egy oktatási, nyelvi és kulturális kérdés. És én magam is nagyon örültem annak, hogy a Máért záró nyilatkozatába bekerült az, hogy a szakképzés éve, mint tematikus év az 2015-ben elkezdődhet, és egy folytatása az elmúlt három évnek, ami ugye volt az óvodások, kisiskolások és felsősök éve, és azt gondolom, hogy sikeres is volt, és majd egy pár év múlva meg az is kiderülhet, hogy mennyire eredményes volt ez a három tematikus év. Államtitkár úr elmondta, hogy itt a kormány 500 millió forintot biztosít ehhez a jövő évben, 2015-ben, illetve hogy a diaszpora tanácson jelentette be miniszterelnök úr az 1 milliárd forintot a Kőrösi Csoma Sándor programra, aminek valóban sikere van, és a előző évek 20-24 fiataljához képest most 100 fiatal kiküldésére ösztöndíj rendszerben van lehetőség. Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogyha jól értem, akkor a már egyébként most vita alatt álló törvényterv, költségvetési törvénytervezet felül jelenik ez meg, ez a két kormánydöntés az 500 millióról és 1 milliárdról, mert ez mindenféleképpen akkor azt jelenti, hogy a nemzetpolitikai költségvetés ezekkel az összegekkel emelkedik. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor államtitkár urat kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úrnak a kérdésére, illetve felvetésére miniszterelnök úrral egyeztetve alakítjuk ki mindig az időpontot, és ő neki volt eddigiekben az a kérése, hogy az év vége felé, éppen azért, hogy rendezzük meg mindkét fórumot, éppen azért, hogy az év során, tehát egy számvetésről tudjunk beszélni, illetve a következő évi teendőket tudjuk meghatározni, ezért volt ez így szükséges, de lehet azon gondolkozni, hogy esetleg más időpontban tartsuk ezt meg. Én nem gondolom, hogy sikeresen tudnánk innen elmozdulni, mert tudom azt, hogy nagyon sok minden van, mind a képviselőknek, mind pedig mindenki másnak az évzárásnál, de hát sajnos ilyen az élet, hogy mindenekkor csúcsosodik november végén, illetve decemberben, de fel fogjuk vetni, el lehet ezen gondolkozni. A diaszpora tanácsnál én magam is hajlok arra a véleményre, hogy legyen kétnapos. Ez a kollégáknak nem biztos, hogy megkétszerezi a munkát, csak meg másfélszerezi. De ők olyan messziről érkeznek, hogy nekik tényleg nincs arra lehetőség, hogy évente többször is eljöjjenek Magyarországra, és akár együtt találkozzanak, vagy egymással találkozzanak. Másrészt pedig a kormány és a parlamenti képviselőkkel, illetve a Máért tagjaival tudjanak találkozni. Egyébként nekik egy olyan fontos felvetésük is volt, hogy valahogy a két fórumnak a munkáját nem összemosva, de tegyünk arra lehetőséget, hogy mondjuk a diaszpora tanácsnak a képviselői tudjanak találkozni a Máértnak a tagjaival. Nem akarnak nyilván beleszólni az ülés menetébe, de szeretnék hallani, hogy mi történt a Kárpát-medencébe, szeretnének meghívott vendégként is akár a Máért ülésére elmenni, és ott a szünetekben, a fogadásokon, a kávénál, stb. Szeretnének kapcsolat
rendszert is jobban kialakítani, elmélyíteni. Úgyhogy erre is oda fogunk figyelni a következő esztendőben, hogy így szervezzük. Hogy a Máirtnál meg tudjuk-e tenni azt, hogy kétnapos legyen az ülés, azt nem tudom, nem biztos, hogy célszerű, mert a Máirtnak a tagjai olyan gyakran találkoznak egymással különböző fórumokon, hogy szinte napi élő kapcsolat van a különböző szervezetekkel. Nyilván ez kevésbé igaz azokra a szervezetekre, akik egy régióból érkeztek, hiszen azok ismerik igazán jól egymást, és azért nem tudnak esetlegesen mélyebb baráti kapcsolatot kialakítani, de a különböző régiók között minden esetre ez az információ áramlás, és Magyarország és a magyar kormány, magyar parlamenti pártok, országgyűlés szervezetek között ez gyakorlatilag mindennapi. Ha a szakbizottságok munkacsoportnak az üléseire is gondolunk, akkor még inkább, de egyéb más rendezvények során is gyakorlatilag heti rendszerességgel találkoznak és beszélgetnek egymással. Én ott a Máirtnál nem látom ezt annyira fontos kérdésnek, de a diaszporánál mindenféleképpen. Elnök úr rákérdezett arra, hogy a költségvetési törvénybe ez belekerül-e. Valószínűleg, hogy nem kerül be módosítóként, mert erre van egy kormány határozat, és az RKI-ból fogja a kormány valószínűleg megadni a következő évben. Mert a költségvetési törvényben kisebb összeggel szerepel, de hogyha netán valami módon mégiscsak bekerülne a költségvetésbe, akkor arról fogom a bizottságot értesíteni. Akkor egyébként lehet, hogy szükség is lesz egy ilyen módosítóra, de most erről nem tudok. És köszönöm szépen a pozitív hozzászólásokat is. Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, úgy ezt a napi rendi pontot lezárom. Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak a tájékoztatóját, főosztályvezető asszonynak és kollégáiknak a jelenlétét a bizottság ülésen. Egyebek napi rendi pontban, nem tudom, van-e a bizottságnak kérdése, felvetése, amennyiben Petneházy Attila képviselő úr. Tényleg elnézést kérlek, köszönöm a szót, elnök úr, és nem rabolva tisztelt bizottság idejét, csak azt szeretném elmondani, hogy tegnap pillanat során Nagykaposon felvidéken tettem látogatást, és hát nagyon nagyszerű volt, de csak röviden elmondanám, természetesen, aki kíváncsi, hoztam ottani Magyar Házból kiadványt is, és ezt nagyon szívesen megmutatom, illetve oda is adom, ajándékba is, mert küldtek többet. A másik, amit elkezdtem, hogy két ok is volt, ami miatt én kimentem. Az egyik az, hogy nem titkoltan szeretném a lehetőségét körbejárni, hogy Nyíregyházával egyfajta testvérvárosi kapcsolat, hát ez lenne a legidárisabb, meg főleg Nagykapos részéről kialakulhasson. A másik pedig az, hogy Nyíregyháza ugye nagyon alkalmas lenne egy olyan fajta találkozó, ne adj Isten, kihelyezett bizottsági ülés számára, ami ugye három országból is vendégül láthatna határon túlélő magyarokat. Úgyhogy ez volt a másik, amit megpróbáltam. Közben szó volt Nagykapos nagyszerű választási eredményéről már, természetesen magyar tekintetben értem, ahol egészen kiválóan szerepeltek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt bizottság, ahogy a múlt heti bizottsági ülésünkön megállapodtunk, a következő bizottsági ülésünkre csütörtökön 10 órakor fog sor kerülni. Ugye a legfőbb napirendi pontunk az a költségvetés részletes vitája, erre fog sor kerülni, tehát ezen a héten csütörtökön 10 órakor, illetve sor kerülhet még törvényjavaslatok tárgysorozatba vételről, például amit itt most itt a mai ülésünk elején közöltem, hogy technikai okokból levettük a hűség falvairól szóló törvényjavaslatot, akár ez is visszakerülhet ide csütörtökön, de a fő napirendünk a költségvetés részletes vitája csütörtökön 10 órakor.
Amennyiben más hozzászólás nincs, úgy megköszönöm a bizottság tagjainak is a munkáját, és a bizottsági ülésünket bezárom.